Volt már ma szó a szelfizésről, a szelfimániáról, és ehhez talán szorosan kötődik maga a közösségi média, úgyhogy most ezt is egy kicsit kivesézzük, méghozzá Gyetvai Szilárddal. Szia, üdvözlünk a stúdióban! Szia! Mikor is vett át egészen pontosan a közösségi média a hatalmat gyakorlatilag minden felett? Hú, hát így, hogy minden felett, szerintem úgy az elmúlt 5 évben, de már az elmúlt 10-15 évben is volt már ennek jele, kezdve ugye az első tematikus fórumokkal, kisebb közösségi oldalakkal, és egyre nagyobb figyelmet és egyre több időt töltöttünk ezeken az oldalakon, most meg már a legtöbb ember csak ezt nézi. Úgyhogy egy olyan 5 év. Húha. Ugye az kiderült, hogy te nem vagy szelfimániás, közösségi média használata, hogy ez? Hát Facebook profilom van, és szoktam is nézegetni, de alapvetően nem vagyok az az ember, aki rátapad és órákon keresztül kőkeményen nyomja, ha szabad így fogalmaznom. Én annak idején még ugye az IVIF korszakban léptem ebbe be. Az hány éve is volt pontosan? Borzasztóan nagyon sok. Nagyon-nagyon régen, legalább 10, nem? Így van, igen. Igen, tehát ott indult ez a történet, amikor ugye egymásról készült fotókat láthattunk, meg profilunk volt, és aztán ezt váltotta a Facebook, az Instagram és az összes többi ilyen. És tulajdonképpen tényleg átvette úgymond a hatalmat az életünk felett, hiszen a közösségi terek azok is beintegrálódtak a számítógépekbe és az okostelefonokba, és itt éljük az életünket. Igen. De vajon miért lehet ez? Szerintem nagyon nagy összefüggés van azzal kapcsolatban is, hogy ennyit fejlődtek a mobiltelefonok. Állandóan a zsebünkben van, folyamatosan használjuk, és ehhez hozzá folyamatosan jelez, értesítéseket küld, és egyszerűen már a mindennapi részünké vált. Hogyha még mindig ott tartanánk, hogy le kell ülni a kis asztali számítógép elé, hogy egy kicsit ivivezzünk például, akkor nem lenne ekkora létjogosultsága. De ilyenkor bármikor van egy szabad 5 perc az embernek, nem az, hogy szétnézne a külvilágban, hanem előveszi a telefonját, megnézem, jött-e üzenetem, válaszolok rá, értesítéseket nézek, híreket nézek, mindent a közösségi oldalon keresztül elérve. Tehát tulajdonképpen a legnagyobb fő bűne a technológia fejlődésének az, hogy mindig kéznél van. Így van. De ugye nem csak a, hát muszáj kimondani, de Facebook számít közösségi médiának, hanem gyakorlatilag a YouTube is, vagy a Skype, tehát nagyon sok olyan alkalmazás van, ami függővé tesz minket, és én találtam egy nagyon érdekes statisztikát, hogy az elmúlt egy évben naponta több mint 1 millió új felhasználóval nőtt a legnépszerűbb közösségi felületeket használó emberek száma. A napi 1 millió felhasználó azt jelenti, hogy másodpercenként 11 új felhasználó csatlakozik valamelyik felülethez. Ez azért félelmetes szám, nem? Nagyon. Ha most arra gondolunk, hogy mikor bejött az IVIV, és hirtelen még én arra emlékszem, hogy mikor a suli kezdés volt, azt sem tudtuk, hogy mi az, de már a téli szünetben már mindenki fent volt, és mindenki majd küldöm IVIV-ben a dolgokat. Ugyanígy, ahogy bejött a Facebook, egy 3 hónap alatt ugye az IVIV-ről átpártoltak az emberek, és egy 1,5-2 millió ember pártolt át a Facebookra. Most pedig a feltörekvő piacokon, például India és az ázsiai országokban nő a legjobban a tábora a Facebooknak, meg így Magyarországot is nézem, mondjuk az idősebb korosztály, így ez ilyen globális szinten is van, eddig a fiataloknak szólt, mindenki ott volt fent, most már egy picit kezd ki lenni a fiataloknak, hogy már fent van nem csak az anyuka, apuka, hanem nagymama, nagypapa. A kutya és a macska is. Igen. Külön profillal teszem hozzá, így ez van. Nagyon fontos, igen. És ráadásul rengeteg közösségi oldal van. Ugye a Facebook az piacvezető, de viszont minden kisebbik oldal is már lassan hozzá tartozik, mert vagy lemásolja, vagy megvásárolja. És egyszerűen fontosan fenn kell tartani ezt az interakciót, azt a jelenlétet nekik, hogy az emberek tényleg ott töltsék az idejüket, hogy nagyon sok embernek az internet az annyit jelent, hogy felmegyek a Facebookra. Pedig hát ennél azért sokkal többet nyújt az internet maga. Igen. De ha már egyszer így rabjaivá váltunk a közösségi médiának, akkor ugye észrevehető az is, hogy leülnek például a családok vacsorázni, és nem egymással beszélgetnek, hanem mindenki a telefonját nyomkodja. Ezt látjuk étteremben, látjuk kávézóban. Majdnem előttünk tinédzsereket, akik a telefonjukba bukva átmennek ugye előttünk az ebrán. Ha ennyire rákattantunk, akkor ezt hol lehet fölismerni, és hogy lehet megfogni, hogy azért próbáljunk meg egy egészséges keretet tartani? Igen. Hát szerintem ez korosztály független, mert a kicsik már ebben ülnek fel, mert ők már megszokták ezt a képernyővakságot, hogy tényleg csak arra figyelnek, de viszont idős korosztályban és saját családunkban is látom azt, hogy egyszerűen nem tudnak meglenni a saját telefonjuk és a közösségi oldalak nélkül. Sajnos van ilyen, ezt úgy lehet észrevenni egyébként, és azt például a saját példámon is észre tudtam venni, hogy már ha egyből rezget a telefon, pittyeget, már nyúlunk érte, már aggódunk, hogy valakinek nem írtunk vissza. Ez a felgyorsult világ az, ami miatt ezt így még jobban elősegítette, hogy egyszerűen nem kell minden egyből reagálni. Ott van helyszínen a család, sokkal fontosabb, épp egy ebéd, fél óráról van szó konkrétan, amikor lehet egész héten akkor van együtt a család, mondjuk egy vasárnapi ebédnél, hogy akkor van gond,
hogyha már tényleg sokkal fontosabb egy ismeretlen értesítés, vagy bármi hasonló megtekintése, mint mondjuk a körülöttünk lévőre figyelni. Szerintem ezt mindenki tapasztalja, például, ha valaki elmegy szórakozni is, vagy étterembe, és egy romantikus étterem, mi vacsora közben is, azt lehet észrevenni, hogy a pároknak a telefon. Nincs, tényleg az egy óra azért mennek el, azért ülnek benne. Ilyenkor lehet felismerni, hogy gond van. Szerintem. Igen. És most, hogy mondtad, eszembe jutott, hogy én az egyik ismerősömnek egy pár napja nem válaszoltam, bocsánat, éppen leszokóban vagyok a közösségi média használatról. Egyébként van egy ilyen, hát félig poén, de szerintem nem teljesen, hogy aki nincs fent ezeken az oldalakon, az nem is létezik az az ember. Ez poén, vagy van valóság alapja szerintem? Van valóság alapja, mert olyan érzés, mintha lenne egy osztály, amiből csak te maradsz ki. Ez is ugyanolyan, hogy mindenről lemaradsz, hanem vagy fent. Ugye a Facebookon kezdenek elterjedni a népszerű úgymond mémek, vagy bármilyen új hírek, vagy mindent ott tudunk megbeszélni egymás között. Ugye mindenki maga köré alakítja ki azokat az embereket, oldalakat, akiket követni szeretne, de van egy olyan gyűjtő réteg ennek az egésznek, és egyszerűen kimarad az ember, úgyhogy ha nem vagy fent, nem létezel az emberek számára. Hát igen, hiszen ugye mindig ott vannak a legfrissebb videók, ott vannak a youtuberek, ott vannak az influencerek, és mindenki erről beszél, és hogyha én nem vagyok ott, akkor kimaradok az egészből. Tehát tulajdonképpen kilök magából a társadalom magyarán. Igen. Szóval egy kicsit ugye drasztikusan fogalmaztam, de jóformán most már tényleg ez a helyzet. Igen, hát ez olyan, mint mikor a régen, amikor valaki nem olvasott újságot, lemaradt mondjuk pár hónappal, de most már annyira sok az információ, hogy valakinek mondjuk nincs Facebookja, vagy csak nem nézi meg egy mondjuk egy hónapig, annyi mindenről lemarad, hogy egyszerűen kimarad. Már hogyha egy napig nem nézem meg, már akkor nagyon sok mindenről le tudok maradni, és ugye ennek a túlzott közösségi média használatnak egyébként nagyon sok negatív hatása is lehet. Gondolok itt arra, hogy irigykedek arra, hogy az ismerősöm a Maldív-szigeteken nyaral, én meg dolgozok. Igen, hát szerintem pont ugye a szelfivel is összekötető, hogy ez a görbe tükör a valósága szemben. Nagyon sokan már inkább meg akarnak felelni azoknak az embereknek, vagy a világ felé, amit kimutatnak, nem pedig a körülöttök lévőnek. És a másik, hogyha esetleg a valóságot is látjuk, akkor még jobban rosszul érezzük magunkat. Negatív hatása van, hogy mindenki körülöttünk nyaral, akkor én miért nem megyek, körülöttünk mindenki boldog, eljegyzése van, babát vár, minden, hogy egyszerűen nyomasztó. És akkor ugye az ember felvesz egy maszkot, és ugyanazt a világot próbál mutatni, hogy ő is jól van. És akkor az emberek megint ezt látják, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen nagyon negatív, romboló hatása van az emberekre. Úgy gondolom, hogy nem a fontos értékekkel hát értékeljük, mint magunk körül, hanem mindenki egy ilyen álomvilágot próbál maga köré felépíteni. Hát, kirakat élet alakul ki tulajdonképpen, igaz? Na, de azért azt is meg kell említeni, hogy azért van jó oldala is ennek a közösségi médiának. Nekem például a legjobb barátnőm az ország másik csücskében él, és így legalább látom, hogy mi van vele, meg tudok vele gyakorlatilag ingyen beszélni. Igen. Szerintem pont ez lenne a lényege, ezért is találták ki, csak egyszerűen ugye a nagyobb márkák is megellátták ezt, hogy itt lehet a legjobban elérni az embereket, mert mindig fent vannak, és túl sok ez, és nyomatják az embereknek azt a folyamatosan érdekes információkat komoly szakemberekkel, hogy mindig függők legyenek az emberek. És közben meg az lenne a cél, hogy igen, hogy olyan embereket érjünk, akik messzebb vannak, vagy lehet, hogy egy ismerősen pont annyi időm van, hogy beszéljek vele 5 percet, mert mondjuk a felgyorsult életünkben nincs erre alkalom. Szerintem ez még most fog így lecsengni ezt, hogy az emberek folyamatosan fent vannak a közösségi oldalakon, mert van ez az újszerű hatása, de szerintem idővel szép lassan megtalálja maga helyét, és csak a hasznosabb rész fog megmaradni a legtöbb ember számára. Pont ezt akartam kérdezni, de válaszoltál is rá, hogy vajon meddig fog ez menni, de akkor remélhetőleg előbb-utóbb föl fogjuk fedezni az igazi értékeit, és meghagyjuk annak, amire való. Ámen, így legyen. Szilárd, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és megosztottad velünk ezeket.